A folytatásban pedig migrációs körképünk következik. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Szerbia, Románia és Ausztria. Ez lesz a sorrend is. A balkáni útvonal népszerűsége továbbra sem csökken a migránsok körében, miután a szerb rendőrök teljesen megtisztították a szerb-magyar határhoz közeli területeket. A migránsok most inkább Bosznián keresztül próbálják elérni az Európai Uniót. Ennek következtében mindennapossá váltak a migráns támadások, az embercsempész elfogások és egyéb nehézségek Bosznia-Hercegovinában. Tudósítóink rendszeresen követik a balkáni útvonalon történő fejleményeket. Tóth Diannát kapcsoljuk most a további információkért. Szervusz, jó reggelt kívánok! Ugye Boszniában is, ti az idén többször is jártatok és jelentkeztetek nálunk. Jelenleg miként jellemezhető az ottani migrációs helyzet, és mi jelenti most a legnagyobb gondot a kérdésben a bosnyák rendőrök számára? Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Migráns támadás, fegyverbirtokló, illegális bevándorlók, gyilkossági kísérlettel gyanúsított külföldi állampolgár. Ez csupán néhány a napokban történt eset közül, de hogy sorba vegyük őket, a hétvégén a szarajevói migránstábor közelében több egyelőre azonosítatlan férfi megkéselt, majd kirabolt egy marokkói migránst. A támadás során az áldozat súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett, és életveszélyes állapotban szállították kórházba. Csupán két nappal az említett esetet követően a boszniai horvát határ közelében tartottak akciót a boszniai hatóságok. A Száva folyó mentén egy illegális táborban 12 migránsra bukkantak. Több lőfegyvert is találtak náluk, amit a gyanú szerint Horvátországba akartak átcsempészni. Az erdőben rejtőzködő afgán csoport négy tagját egyébként le is tart. Tegnap viszont Szarajevó közelében egy iraki férfit tartóztattak le, akit emberölési kísérlettel gyanúsítanak. De mindeközben virágzik az embercsempészet is a térségben, ugyanis 9 szemét gyanúsítanak azzal, hogy részesei voltak egy bűnszövetségnek, és több hónapon keresztül lehetővé tették az illegális bevándorlók számára, hogy bejussanak Horvátországba. Erre az esetre egyébként a horvát hatóságok derítettek fényt, és mint kiderült, egy boszniai állampolgár önérdekből ismeretlenekkel fogott össze a határ mindkét oldalán, és megszervezte a migránsok illegális határátlépését. Legalább 41 migráns jutott így be az Unióba, akiknek szállításonként 1500 eurót kellett fizetniük. A gyanúsítottak között egyébként két vámos is szerepel, akik ellenőrzés nélkül engedték át a határokon a migránsokat szállító járműveket. A boszniai rendőrség tehát számos kihívással szembesül manapság, és az egyre sokasodó nehézség mellett a legnagyobb gondot a létszámhiány jelenti számukra. Ha csak a határrendészetet vesszük figyelembe, akkor itt már-már krónikusnak mondható a rendőrhiány, ugyanis 25 kilométerenként mindössze egy rendőr jut a határra. Bizakodásra ad okot viszont, hogy a boszniai és a boszniai szerb köztársaság miniszterei megegyezésre jutottak a Frontex-el kötendő megállapodás tekintetében, így megalakult a tárgyalócsoport, és megkezdhetik a tárgyalásokat a határvédelem erősítése érdekében. Ha ez valóban megtörténik, és hogyha erre sor kerül, akkor a régió utolsó országaként Bosznia is segítséget kaphat a határain, erre pedig nagy szükségük van. Folytassuk Romániával, ahol nem fogadták osztatlan lelkesedéssel, hogy az országnak Ausztriából kellene illegális migránsokat visszafogadnia azért, hogy az ország csatlakozhasson a repülőterek schengeni övezetéhez. Az ellenzék szerint Bukarest túl nagy árat fog fizetni a repülőtéri határátlépés könnyítéséért. Bukarestbe kapcsolunk Bot Eszterhez. Szervusz, mivel támasztja alá kifogásait az ellenzék, illetve milyen illegális határátlépési kísérletek történtek a napokban a magyar-román határszakaszon?
Jó reggelt kívánok! Ellenzéki politikusok, illetve politikai elemzők is aggasztónak nevezték, hogy Románia elfogadta azokat a feltételeket, amelyektől Ausztria függővé tette Románia két lépcsős schengeni csatlakozásának támogatását. Románia első körben ugye csak a repülőterekkel lenne a schengeni övezet része. Az úgynevezett Erschengen esetében három feltételről beszélhetünk Bécs részéről. Az egyik az EU külső határainak megerősítése, itt különösen a bolgár és román külső határőrizetre fordított pénzügyi támogatás növelését kérik. Második feltételként a bolgár-román, valamint a Románia és Magyarország közötti szárazföldi határok megerősítését várják el. Harmadik feltételként pedig azt kérik Romániától, hogy vállaljon felelősséget az Ausztriába érkezett illegális migránsokért, vagyis hogy fogadja vissza azokat, akik Románián keresztül jutottak Ausztriába. És ez a legutóbbi pont az, ami a legtöbb aggodalmat felveti. Az ellenzéki pártok képviselői azzal vádolják a miniszterelnököt, hogy a pillanatnyi politikai babérokért az ország hosszú távú nyugalmával fizetett. Krisztián Diaconescu volt külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy nem fair, amit Ausztria most Romániára akar erőltetni, hiszen Románia tulajdonképpen már rég teljesíti a schengeni csatlakozáshoz szükséges feltételeket. Szerinte a menekültek befogadása extra követelmény Ausztria részéről. Krisztián Pürvulescu politikai elemző egyenesen mérgezett ajándékként emlegeti Ausztria nyitását. Mint mondta, túl nagy áldozatot hoz Románia egy minimális előrelépésért, hisz a légi közlekedés terén származik a legkevesebb hátránya az országnak abból, hogy még nem tagja a schengeni térségnek. A nagyobb gond a közúti közlekedéssel van, különösen a teherforgalommal, ahol a határátkelőkön töltött több órás várakozás eurómilliárdokra becsült veszteségeket jelent a fuvarozóknak. A határellenőrzés szigorítása pedig várhatóan még inkább lassítja majd a forgalmat. Meg aztán ugye az is kérdés, hogy valóban olyan menekültek befogadásáról van szó, akik Románián keresztül érkeztek Ausztriába, hiszen a Dublini egyezmény értelmében ők tulajdonképpen már eddig is visszatoloncolhatóak voltak, vagy pedig olyan menekülteket is ide küldenének, akik más útvonalon érkeztek Ausztriába. Ez esetben Pürvulescu szerint konkrétan menekült táborok létesítését vállalná Románia az Erschengen kedvéért. Sok tehát még a kérdőjel. Egy biztos, Románia mindent megtesz azért, hogy a schengeni célkitűzést elérje és bebizonyítsa, hogy képes megvédeni a közös határokat. A határrendészet napi szinten ad hírt migráns csoportok elfogásáról. Tegnap előtt például 69 illegális bevándorlót tartóztattak fel a határrendészek a Nagylaki határátkelőnél, akik járművekben elbújva próbáltak meg bejutni Magyarország területére. Azt megelőzően 58 határsértőt fedeztek szintén a Nagylaki határátkelőnél, két teherautóban elbújva. A főként szíriai, iraki és iráni migránsok azt mondták, hogy Nyugat-Európába szerettek volna eljutni. És akkor végül lássuk, hogy mi a helyzet Ausztriában, ahol az utóbbi időben megnövekedett a migrációhoz köthető bűncselekmények száma, amely az osztrák lakosok biztonságérzetét fenyegeti. Bécsben az elmúlt napokban több bűneset is borzolta a kedélyeket. A legsúlyosabb eset vasárnap este történt. Egy bécsi fiatalembert késeltek halálra. A rendőrség a minap tartóztatott le az üggyel kapcsolatban egy algériai férfit. Kismartonból kapcsoljuk most Köves Andreát. Szervusz, jó reggelt kívánok. Milyen lépéseket tervez ilyen körülmények között a rendőrség? Jó reggelt kívánok! Valóban országos visszhangot váltott ki, ami vasárnap este történt Bécsben, mégpedig, ahogy említetted, halálra késeltek egy 27 esztendős fiatalembert, akkor még ismeretlen volt az elkövető. Akit halálra késeltek, tulajdonképpen először súlyos állapotban a feleségével együtt a történtek után egy taxi segítségével a kórházba sietett, ott nem tudták az életét megmenteni. Később aztán a taxist megtalálta a rendőrség, és az ő személy leírása alapján sikerült azonosítani egy 32 éves algériai férfit, de nem tudták, hogy hol is tartózkodik Ausztriában, merre keressék. A férfi szerdán bement a segélyért a hivatalba, és ezáltal lebuktatta önmagát, és elfogták. Kiderült, hogy kábítószer kereskedelem is a háttérben van.
A Kronecentrum információi szerint egy másik esetben is a kábítószerről van szó. Itt egy szír és egy iraki férfi fiatalkorú 14-15 éves kislányokat találtak meg az online térben, ahol ingyen drogot ajánlottak fel nekik, amelyet a lakásukon lehet átvenni. Nos, a naív fiatal lányok közül volt olyan, aki elment a lakásukra az ígért drogért, ott azonban szexuális bántalmazás érte őket. Átkutott a rendőrség a lakásukat, és bizony előkerültek azok az intim fotók, amelyek bizonyítják ezt a dolgot. Most folyik a vizsgálat ebben az ügyben is. Ilyen körülmények között Bécsben a rendőrség megerősítette az erőit, mind a személyes jelenlét formájában, mind civilek jelenlétének a formájában. Ez egyébként már a bécsi karácsonyi vására is igaz, ez a fokozott biztonsági intézkedés, éppen úgy, ahogy most készülnek a bécsi szilveszter, amikor több 10 000 ember hömpölyög az utakon. Teljesen titkosak a részletek, hiszen azt mondták, hogy a látogatók biztonságát azáltal lehet megerősíteni, hogyha az ő intézkedéseik nem derülnek napvilágra. Egyébként a bécsi szilveszter és a bécsi karácsonyi vásár az utóbbi években már folyamatosan egyre erősebb biztonsági intézkedéseket von maga után. Csak amíg régebben elsősorban a vagyon elleni bűncselekményről volt szó, és arra figyeltek a rendőrség munkatársai, most egy esetleges terrorveszély elhárítása a fő célkitűzésük. Mindeközben az osztrák integrációs alap egy migrációs felmérést országos szinten végzett. Ebből az derült ki, hogy az osztrák lakosok több mint 70%-a elégedetlen a migrációs politikával, és azt is vizsgálták, hogy melyeket éreznek a legfontosabb veszélyforrásnak, ami a biztonság érzetüket is csökkenti, és itt kiemelték, hogy az iszlám vonal erősödésétől nagyon sokan tartanak, aztán, hogy a nők helyzete egészen más bizonyos kultúrákban, mint amit mi megszoktunk, illetőleg a migráns csoportok összecsapásától is nagyon sokan tartanak Ausztriában. Köves Andreának Ausztriából, illetve Botesternek Romániából és Tóth Diannának Szerbiából köszönjük szépen!